Folyamatosan növekszik a használt és az új autók eladásának száma itthon. Idén a tavalyihoz képest mintegy 5 évvel több autó cserélt gazdát. A piacon leginkább a külföldről behozott és az új autók vásárlása miatt lecserélt járművek keresnek gazdát. Azonban a vásárlóknak érdemes körültekintően megválasztaniuk, hogy kitől vagy mely kereskedésektől veszik meg a járművet. Egy nyíregyházi autókereskedés ellen közokirathamisítás és többrendbeli csalás miatt nyomoz a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A nyíregyházi kereskedő a hivatalos dokumentumok szerint szlovák cégen keresztül nettó áron hozta be Magyarországra a német használt autókat. A tényleges vevők egy fiktív adásvételi szerződést kaptak. Azt a látszatot keltették ezzel, hogy ők személyesen voltak kint Szlovákiában, és ők hozták be a gépjárművet Magyarországra. Ezzel 11 millió forintos kárt okoztak az állami költségvetésnek. További 4 millió forintos kárt okoztak azáltal, hogy a regisztrációs adó mértékének csökkentése érdekében a német forgalmi engedélyeket, illetve a környezetvédelmi besorolást igazó dokumentumokat meghamisították. A kereskedésben a kilométerórákat is visszatekerték, aminek köszönhetően összesen közel 9 millió forinttal csapták be a vásárlókat. Gulyás József, a Magyar Gépjárműkereskedők Országos Egyesületének alelnöke arra hívja fel a figyelmet, hogy autóvásárláskor érdemes körültekintően eljárni. Nagyon fontos, hogy számlát kapjon és adásvételit kapjon a vásárló. Fontos tudni azt, hogy magánszemély esetén nincs műszaki garancia, illetve úgynevezett 6 hónap szavatosság, viszont hivatalos kereskedő, hivatalos magyarországi kereskedő által eladott használt gépjármű esetén kötelező a 6 hónap szavatosság. Tehát ezért ilyen szempontból megéri hivatalos használt autó kereskedőtől vásárolni. Gulyás József hozzátette, egy ügyfelkapus rendszeren keresztül lekérdezhető minden hazai autó kilométeróra állása, a külföldről behozott autókat pedig a hazai márka szervizek adatai alapján lehet ellenőrizni.